Sziasztok! Hogy tetszett a videó? Ma egy Aperol forgatására viszlek el, és megmutatom BTS vlog style-ba, hogy hogyan találtam ki, miként csináltam, meg rengeteg trickshot lesz benne, slidert használok, a fénynek rengeteg szerepe van, színes fényekkel, probe lenszel, úgyhogy egy izgalmas videónak nézünk Elibe. Milyen szép magyar szó, hát szép a magyar nyelv. Kezdjük is a szettel, de előtte intro. Megmutatom nektek, hogy hogy készült el a setup. Hát nagyon izgalmas. Van itt fent egy 120 centi átmérőjű softboxunk, így jól most meg is világítom magamat, amin a Saucony X60-as van, és a Nice Photo-nak van a softboxa rajta. Ezt egy picit lefelé irányítom, hogyha megnézzük. Ez így egy nagyon jó hatást ad a bárnak, de hogyha megnézitek az üveget, akkor hogy itt legyen egy kis fény, onnan adok a V-Light Ninja-val egy kis fényt, amúgy ez az egész 1%-on van fent, és az első shot, amit meg fog mutatni, a sliderrel vesszük fel, ahogy látjátok, annyi lesz, hogy a bartender törölgeti az üveget, és a slidernek köszönhetően egy nagyon sima, egyenletes mozgás lesz, és ahogy húzni fogom, elé fogok rakni egy aperolt, hogy egy foregroundot, ez is egy nagyon jó tud lenni, hogy legyen ott egy valami, ami takar, mint hogyha itt én most eltakarom magam, és még egy trükk van, hogyha oda néztek fent az aperolok, amúgy nem azok szoktak ott lenni, de oda beraktunk a Digital Photo-nak, a Chameleon-nak a 120 centis softboxát, úgyhogy ott még egy softbox, RGB Tube Light, amúgy ezekről is készült csomó ilyen technikai bemutató videón, úgyhogy ez a setup, na jöjjön az első snit. Megnézem, hogy így milyen. Ez nagyon jó lesz. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy milyen fényt szeretnénk használni, milyen szögből, mi az a hatás, amit el szeretnénk érni. Ha tudjuk például, hogy a főfényünk így jobbról jön, akkor mindig hagyjuk ott. Tehát ne csináljuk azt, hogy amikor elmegyünk egyik szetről a másikra, vagy egyik beállításról a másikra, akkor mondjuk új, itt nem fér el jobb oldalt, oda rakjuk balra, ugyanúgy megvilágítja. Nem szabad, nem jó. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem lehet mozgatni a fényeket egy kicsit, hogy a legjobb szöget kapjuk, de tudjuk azt, hogy az összhatása, hogy össze fog állni a mi filmünk, ott melyik lesz az, ahonnan mondjuk egy főfény jön, honnan jön egy kiegészítő úgynevezett accent light, vagy mondjuk a színeket honnan használjuk, és következő snit erre nagyon jó példa. Most megyünk át a következő sátra, ami az, hogy a pohárhoz közelítek, viszont volt egy probléma, átalakítottam, hogy hogy van a softboxunk, sokkal feljebb raktam, mert a pohárban tükröződik. Most persze itt nem tudom, ezen nem látszik, de az enyémen egy nagyon csúnya tükröződés volt itt a A7S3-on, úgyhogy ezzel játszottunk, és most ezt kézből veszem fel. Az lesz, hogy a bartender lerakja, én pedig így formálom egyet, és majd nyilván utólag stabilizálunk. Jó? Mehet. Ismered Austin Paul-t? Engem nagyon inspirál, és hogyha tudsz angolul, mindenféleképpen YouTube-on kövess be, nézd meg videóit, és amúgy a video product video course-át is ajánlom, megér minden pénzt, hogyha komolyan szeretnéd venni az ilyen típusú felvételeket. Amit imádok benne, hogy annyira nem a videózáshoz kötődő eszközöket szokott használni az, hogy valamilyen felvétel olyan legyen, amilyennek akarja, és a következő BTS-ben is ez fog látszódni, ugyanis a pulton belül vettem fel egy mozgást, viszont nem tudtam odarakni a slideremet, ezért ez egy nagyon jó hack, hát nyilván használtam a könyökömet, ami egy stabilitás, de ezt nem tudom mozgatni, főleg, hogyha mondjuk egy rövidújú póló van rajtam, ezért egy kis törülközőre raktam a könyökömet, és azzal mozogtam, nyilván nem lesz annyira
stabil a felvétel, mint hogyha egy slidert, vagy mondjuk gimbalt használnánk, de tudtam azt, hogy annyira lesz mégis stabilizálva, hogy ha pózban rárakok még egy plugint, akkor minden rendben lesz. Megmutatom ennek a felvételét és azt is, hogy mi lett a végeredmény, illetve a log, és utána az effektekkel. A következő jelenet, amit felveszünk, hogy ezt a jégtörőt felkapjuk innen, és fog jönni a kamera, és így felemeljük, és erre mutatok egy trükköt, hogy ahogy csinálom ezt, ide rakom így a kezemet, és ezzel fogom húzni kvázi a kamerát, mert ugye ha így van húzva a kamera, egy sokkal finomabb mozgást tudunk megcsinálni, mint hogyha simán csinálnánk. 1, 2, 3. Még egyszer. 1, 2, 3. Jó. Kettő, három. Az előző logikát követve, van, amikor autentikusabb egyrésztről, másrésztről pedig könnyebb az, hogy kézből veszünk fel. Én nagyon szeretem ezt a hangulatot, és ahogy vágtuk a jeget, egyértelműen nem lett volna az a slider mozdulat, nem lett volna az a gimbal mozdulat, amivel annyira jól meg tudom csinálni, és szerettem is volna bele egy kis mozgást, úgyhogy pont ezt a klippet nem is stabilizáltam postban, amikor editáltam Final Cut-ba, pedig lehetne, de valamikor nincs rá szükség. Talán ami segített volna, akkor még nem volt egy rigem, egy cage és rajta ilyen fogó handle a kamerán, úgyhogy tényleg csak kézből tartottam. Amúgy most már rigem is van, és erről fog jönni egy videó, úgyhogy ha érdekel, hogy mik a fontos szempontok, és hogy érdemes összeállítani, mert hát az is egy óriási legózás, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, és a csengőt is nyomd be. De most menjünk erre a setre, ahol kézben felvettem azt, ahogy törjük a jeget. A következő snittünk nagyon izgalmas lesz, ugyanis, remélem a mikrofon az jó, ugyanis a jeget fogjuk széttörni. Van egy nagy jégtömb, nézzétek! Most ütünk a jégbe. Na nézzük akkor, hogy hol lenni, és mondjuk hova ütnél bele szívesen? Ahol csúszik lefelé. Aha, figyelj, szerintem egyenlően csak tartsad, hogy meglegyen a, ja, a hatás, a feeling. Mehet. Mehet. Oké. Fel tudnád jobban emelni? És innen bele a kezedbe, és én most ezt fogom követni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Az még csinálj. 1, 2, 3. Aha. 1, 2, 3. Még egyszer. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Az még. Problenz felvétel jön, imádom, a kedvenc lencsém, a legjobb vétel, vagy pedig borzasztó drága. Ha már felvágtuk a jeget, illetve széttörtük, akkor menjünk bele, és ezt igazából más perspektívával, más lencsével nem is tudnánk megcsinálni, mint a Problenzzel. Imádom az objektívet, ezt elég sokszor elmondtam, úgyhogy biztos így is van. Nézzük meg, hogy vettem fel, és mi a végeredmény. Hát jó sok felvétel lett, de szerintem megéri. És most jön a problém. Ugyanis azt találtuk ki, hogy a jégen át fogunk menni vele. Azt megcsináltuk a problémszel, hogy alul felette, nem tudom mennyire látszik, de jegek vannak, és így fog menni a problém. Nézzük meg. Hát ez szerintem zseni lett, főleg ahogy potyognak rá még a jegek. És hát lett egy olyan egyedi ötletem, hogy ha az Aperol piros, nyilván a jég meg ilyen hideg kék, de akkor miért ne használja a két tubot, és akkor az egyik piros, a másik meg kék.
Mivel Aperolról van szó, mindenféleképpen szerettem volna azt felvenni, ahogy a Prosecco-t eldurrantjuk. Nyilván, hogyha csak így kipukkan és megy a dugó, azt hiszem úgy hívják, az van benne, hát az baromi gyors, és ha bár tud 120 FPS-t felvenni 4K-ban és 240-et Full HD-ben az A7S 3, hát ide egy slow motion kamera kellene, ami mondjuk 960, tehát ilyen 1000 FPS-be tudja felvenni. Ez nem volt meg, viszont nagyon-nagyon jó a Final Cut-nak az a módja, amit Optical Flow-nak hívnak, és végül szerintem nem látszik, mert tényleg nagyon-nagyon jó kodeke van, tehát nagyon jó képet produkál az A7S 3. Mindent 4K-ba vettem fel, de ez 240-be van HD-be, és még azt is belassítottam fel, tehát igazából egy 480-at el tudtam érni. Ez az egyik érdekessége ennek amúgy a nagyon egyszerű kézben tartott felvételnek, de a másik az az, hogy ez semmi extra, tényleg csak benyomjuk a kamerát, vesz, eldurrantjuk. De szerettem volna egy ilyen megállást az amúgy nagyon mozgalmas klipbe, és itt van a végeredménye. Most egy Prosecco-t fogunk kidurrantani, mert meg lett. Ezen a ponton szeretném kiemelni a shotlistnek a fontosságát, hogy mennyire fontos az, hogy előre tudjuk, hogy mikor, mit veszünk fel, sőt, már azt is tudjuk előre, hogy milyen átmeneteket, transitionöket használunk, ugyanis, hogyha nincs egy koncepciónk, akkor egyrésztről sokkal nehezebb lesz editálni, jóval hosszabb ideig fog tartani, ez az egyik probléma, a másik pedig, hogy a forgatás alatt is így, jó, vegyük fel, jól néz ki, hogy van, aztán meg majd, amit mindenki agyon használ, egy zoom in, zoom out, pen, balra, jobbra, ilyen tipikus plugineket, transitionöket rárakunk, és nem jó. Én mindent előre kitaláltam, és tudtam azt, hogy itt van az a pont, amikor a bartender felveszi az üveget, és azt végig görgeti a bárpulton, majd újra felveszi, és kinyitja. Ez egy nagyon-nagyon nehéz mozgás, az előzőből egy pent használtam, és utána pedig egy maszkolós, belemenő, kitekerős átmenettel fontos volt számomra, hogy a kezdőpont és a végepont ugyanaz legyen, és nagyon stabil legyen addig a kamera, amíg ugye folyamatosan középen követi az üvegnek a mozgását, amit nyilván nem lehet, mert nincsen 100 milliós robotgépen, meg nyilván ezt egy ember csinálja, tehát bartender megy, hogy rengetegszer vettük fel ezt a felvételt, viszonylag távolabbról tudtam azt, hogy egy olyan 20-25% rázumolás, tehát hogy kroppolom a képet, az még nem jelent problémát, és megint bejön egy baromi jó plugin, amit ajánlok, a Pixel Film Studiosnak az Auto Tracker 2.0-ja, ugyanis azért vettem távolabbra, és használtam egy slidert, hogy utána trekkeljem folyamatosan az üvegnek a közepét, ami jelen esetben a kupak volt, és ezért, ha én egy picit gyorsabb is voltam, vagy az üveg ment gyorsabban, próbáltam úgy, ahogy vele szembe maradni végig, és ennek köszönhetően utána, amikor ezt a trekkelést ráraktam, tényleg olyan lett a kép, hogy folyamatosan középen van, és a végén tudtam használni ezt a Mask Transition-t, ami ugyanúgy egy pixelfilmes plugin, és megmutatom ide, miközben beszélek, berakom, hogy nagyon jól néz ki az, ahogy tényleg egy maszkot be tudok állítani, hogy abba menjen a transition, és még az irányokat is be tudom állítani. Itt emelném ki a keyframe-eket, mert keyframe-mel meg lehet azt csinálni, hogy nyilván a két snit, amik között az átmenet van, az első snitben ugyanúgy egy középpontba kell állítani, és a másodikban is, de ezek a középpontok amúgy lehet valamennyire eltérnek egymástól, és épp ezért csináltam azt meg, hogy amikor belemegyek, akkor az egyikben keyframe-eltem, hogy hova zoomoljon, de az újnál már egy picit máshol volt a zoomolás, és így lett még jobb az egésznek a hatása. Nézzük meg! És ezzel megvan a slideressel, háromból vágjuk össze. És utána húzod fel ide. És ide jön. Mehet. 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 Megint egy problémszes felvétel, viszont itt vertikálisan top-down view-ba megyünk,
Az egyik legnagyobb különlegessége a Problemsnek az, hogy folyadékálló, ezért nyugodtan belemehettem az Aperolba magába, ami egy ilyen kavarodós, nagyon jó feelinget adott. Megmutatom, hogy vettük fel. Itt van a Problems, és így megyünk lefele, és belemegyünk az Aperolba. Most öntsél. Nagyjából ennyi volt, és mindjárt megmutatom a hangeffekteket, amik nagyon fontosak, de ha már a hang, nyilván nyitva volt a bár, amikor a felvétel készült, és szólt a zene, és sokszor nem volt jó a felvételem, meg a wireless gomb is befordult. Ehhez van egy nagyon jó plugin, amit ajánlok, tehát hanghoz, hogyha nincs egy ilyen stúdió körülmény, hangkezelve egy ilyen jó mikrofonunk, akkor az FX Factory-nak van egy zaj csökkentő pluginja, amit igazából annyi, berakom megint ide az egészet, megcsináljuk, hogy megy a hang, rányomunk, hogy vegyen egy szempölt, és magától tudja azt, hogy hogy küszöbölje ki, mi pedig az erősséget állíthatjuk. Egy nagyon könnyen kezelhető plugin Final Cut Pro-hoz mindenféleképpen ajánlom. Most pedig nézzük meg, hogy milyen a végtermékünk akkor, hogyha csak a hangeffekteket hallgatjuk meg. Hogy tetszett? Szerintem a hangeffektek itt külön nagy szerepet kapnak, hiszen gasztró, étel, ital felvételnél annyi mindennel lehet játszani, és nagyon sok minden volt itt. Láthattad azt, hogy hány légyere van, hányat raktam egymásra, és kombináltam össze dolgokat. Hogyha a videó tetszett, mindenféleképpen nyomj egy lájkot, és ha még nem vagy feliratkozva, és itt vagy, megköszönöm, hogyha benyomod a feliratkozás gombot, és a csengőt is, valamint tudnod kell, hogy nem csak ilyen BTS vlog style-ba elkísérhetsz engem a különböző forgatások, és megmutatom, hogy csinálom meg, hogy editálom, hanem a videózáshoz kapcsolódó különböző tekes review-kkal jövök, tippek, trükköket osztok meg, hogy egy fényt, egy mikrofon, slidereket hogyan használok. Úgyhogy, ha ezek a témák érdekelnek, tudod, like, feliratkozás, csengő, minden esetre remélem, hogy a következőben találkozunk. Köszi, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!